Csillagnemzetségek, lélekcsaládok, dr. Celzel Beatrix és Gresko Anikó könyvéből az ízelt lábúak csillagnemzetsége, a pókasszony története. Ezt most a piros pókhálós kódunkkal analógiában fogom elolvasni. Az 521. oldalon Niomé Sultano Akashi. Ezúttal a korábbiakhoz képest eltérő módon szeretnénk elmesélni ezt a számunkra is súlyos, mélypontot jelentő, borzasztóan nehéz csillagtörténelmet. Megmutatjuk lépésről lépésre, ahogyan mi haladtunk a megfejtésével, nem pedig úgy, ahogy korábban a sok finoman egymást fedő réteg kibontása után a teljes egység és megértés állapotából összefogva a történetet. Azt is el kell mondanunk, hogy menet közben többször felmerült bennünk, hogy egyáltalán nem beszélünk erről a nemzetségről az intenzív csoportoknak, sőt nem is írjuk le majd a könyvben sem, olyan nehezen feldolgozható és főképpen olyan nehéz elfogadni, tolerálni mindezt. Ráadásul nem éreztük biztonságosnak sem, ezért egy olyan rendkívüli erejű speciális védelmi technika kiépítését tanultuk meg végül, amivel most már tökéletes biztonságban mesélhetünk mindenről. Másrészt azért is írjuk le ezúttal pontosan a mi megismerési ösvényünket, hogy talán így lépésről lépésre az olvasó maga is eljuthat a kiengesztelődés állapotába, ahonnan már szemlélhető pozitívan a kozmikus történelem eme szelete, és talán kezelhetővé válik a hozzá kapcsolódó igen nehéz földi aspektus. A tanfolyam során, mielőtt belekezdtünk volna e nemzetség kifejtésébe, az egész csoport szellemi erejére támaszkodva felépítettük azt az egyedülálló erejű személyes és kollektív védelmi pajzsot, amelyet a hangolódás ideje alatt kaptunk e csillagnemzetség égi királynőjétől. Ez a rendkívül speciális energiájú erőtér tökéletes védelmet adott mindannyiunk számára a tanfolyam ideje alatt, és mindenki meg is tanulta megszólítani ezt a speciális fényhálót. A könyv lapjain e meditáció vezetésére nincs lehetőségünk, ezért egy másik különleges módszert választottunk, a minden olvasó köré kiépítendő személyes védelmi pajzs invokálására. Az alább látható fénypecsét, Niomé védelmi csillagpecsétje, amelyet milyen szeretett tanítványunk és fénytestvérünk Mélóra készített el, az összes általunk bemutatott csillagpecsétjéhez hasonlóan. Arra kérünk most, hogy hunyd le a szemeidet, és egyszerűen helyezd az egyik kezedet finoman a szimbólum fölé. Azt ajánlanánk, hogy azt a kezedet használd, amelyikkel sokkal érzékenyebben érzékelsz. Most a bal kezemet tettem ide fölé a szimbólum fölé. Majd engedd, hogy a fénypecsét energiái lassan átmelegítsék a kezedet, elöntsék a testedet, sőt, közben különleges aranyló vagy grafitezüst fényeket láthatsz felvillani az aurád határainál. Majd, ha már érzed, hogy valóban kontaktusba léptél a csillagpecsétben nyugvó energiákkal és erőforrással, csak mondd ki ezt a mondatot. Annak nevében, hogy az vagyok, aki vagyok, ezennel kérem Niomét, én itt most már mondanám, hogy Miriel vagyok, hiszen tudom az eredet nevemet, tehát nem csak vagyok, aki vagyok, hanem Miriel vagyok. Ezennel kérem Niomét, hogy építse fel körülöttem azt a személyes antihálót, amely távol tart minden alacsony rezgésű energiát, asztrális vagy mágikus hatást, és kiszűr minden tudatmanipuláló energiát, káros elektromágneses sugárzást. Ezek után csak figyelj egy kicsit a körülötted megmozduló energiákra, és igazi, őszinte ráhagyatkozással vízd rá magad erre az oltalomra. Azt érzem egyébként, hogy szinte lezsibbadt a bal kezem, annyira bizsereg.
meg fogod élni, hogy tökéletesen működik ez a módszer, és e fejezet elolvasása után olyan tudatosságra tehetsz szert, amely által te magad is hozzájárulsz ahhoz az erőhöz, hogy életed bármely napján és bármilyen élethelyzetben megszólíthatod ezt a védelmet. Megjegyezzük, hogy gyönyörű üvegképek, nyaklánc és sok más formában Stop. meg is veri a bocsánat. Jó, a spirituális bizniszt azt kihagyjuk Azt a hagyjuk történetből, elnézést, sőt, igen. egy picit, bocs, most be kell szólnom, mert ugye ez még a, ugye, poláris vetítés, duális vetítés, csillagnemzetségek szintje, galaktikus, duális szintünk, és az eredet szint. Jó, eredet szinten, eredet szintű tudatosságban már nincs védelem. Jó, ez még a duális tudatállapotúaknak szól, a vagyok, aki vagyoknak, aki még nem tudja, hogy ő kicsoda, és akkor szól még ez, amikor még elhatárolod magad, és éppen pontosabban ez még a kinyílási időszaknak szól. Tehát amikor a polárisból nyílunk a duálisba, és ahhoz, hogy biztonságosan merjél nyílni tudatlanságodban, hogy te tudod, hogy amúgy ki vagy, ugye? Tehát ez még a lentről fölfelé nyíláshoz kellett ez a plusz védelmi háló. Na most, jó? Tehát itt rövidre zárunk, és át is írunk. Tehát a csillagnemzetségek szintje, a duális, galaktikus, ugye ez a múlt emléktárunk. Tehát maga az egész galaktikus történelem, az maga a múlt emléktárunk. Tehát magára, arra a védelemre egy emléktárban nem nagyon van szükségünk, amit éppen meghaladni szeretnénk. Ugye? Igen. Jó? Hanem csak kinyitjuk, és mindenkinek javasoljuk, hogy most ezzel az energiával, aki már tudja az eredetét, és ugye már látta mondjuk az életfilmhez kapcsolódó videónkat, hogy van a poláris vetítés, van az emléktár, duális vetítésünk, és van az eredet. Tehát amikor eredetben vagyunk, akkor a duális, ez amiről ez a történet szól, amiből az egész poláris vetítésünk is, film, mozink, jelen élet, mozink is megy, kicsit lebutítottan, de is már halálunalmasan, ugye? Jó, tehát amikor eredetben vagyunk, akkor csak erre a történetre ránézzünk, és kivesszük belőle mindannyian a magunk részét, és kötjük a jelen életünkbe, hogy hogyan jelenik meg, hogyan működik bennünk, és maga a struktúra kódunk, amit már ez alapján kikódoltunk, és meg tudjuk határozni ezt a pókhálót, ennek az eredeti, a tiszta, információs háló Niomi, annak idején szükségünk volt erre a csillagtudatosságú hálóra, információs hálóra, és annak a kifordult hálója az, hogy mi a struktúrája, és azt fordítjuk. Jó? Tehát igazából erre a védelmi ügyire itt már nincs szükségünk. Ja. Így ez, ugye ez így érthető, remélem. Igen, 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 igen. Jó, tehát az még akkor nekik volt szükségük rá. Jó? Bocsánat, egy kicsit így fogunk menni, igen, ilyen jó. Természetes, és haj, hallgassuk a mesét tovább. Vagy az jutott eszembe, hogy aki nem tudja az eredetét, mondjuk az is be tud az eredetébe állni. Tudja, mindenkinek van, ugye ez az, amit megfogalmaztunk, hogy eredete mindenkinek van. Tehát mindenkinek van jelen élete, mindenkinek van galaktikus történelme, és mindenkinek van eredete. És ezt leginkább Anita tudja, aki magát az eredet könyvet lefordította, és hihetetlen sok ábrával kezd készülni nektek, már rajzolgatja meg, és szeretnénk majd megmutatni, ugye most az első videó, amit megmutattunk, rajzot, az a lentről fölfelé mozi volt. Na most majd szeretnénk megmutatni azt, hogy valójában a föntről lefelé mozink hogy néz ki, hogy az eredetből indulunk, majd a galaktikus térben, ugye rengeteg helyre el vagyunk víve, el lettünk víve azért, hogy különböző energiákat magunkhoz vegyünk, tehát ez maga az eredetteremtésünk, ugye a kozmikus forrás eredetből
ide a galaktikus csillagtérbe, meg egy csomó helyre, ugye, ahol felvetted a speciális energiádat, amire te teremtve lettél. Na ez lett a te galaktikus történelmed. A teljes nagy galaktikus történelmen belül, amilyen bolygókra te el lettél víve, és amilyen energiákból jó sokat kaptál a saját eredet tulajdonságodnak megfelelően, majd aztán ugye ez alapján elindultál te is a történetben, és most itt lent a jelen életvetítésben, meg a földtörténeti emléktáradban gyakorlatilag végig az eredetet, és a speciálisan amilyen bolygókban kaptál úgymond beavatásokat, tehát ezt nem beavatásnak hívjuk, hanem amilyen energiákkal telítve lettél, hogy te speciálisan az legyél az eredeten belül, aki te vagy. Tehát itt fog az, ugye azt hallgattuk egy csomó embernél, hogy amikor rájön, hogy mondjuk például Mirielnél maradva, több Miriel van, és hogy őt ne uniformizálja senki. Ugye, hogy ő is Miriel, és akkor tök egyformák a Mirielek. Hát nem. Pont ott látszik, hogy mennyire nem egyformák a Mirielek, hanem a Miriel nagy teremtett kozmikus kozmikus gyermek energián belül mindenki speciálisan a specialitását, az pedig a csillag nemzetségek szint, Antares kódunk mutatja meg, az mindenkinek egyéni. Az pedig az, hogy milyen bolygókra lettél te egyéniben elvéve, és azon után milyen sztoriban voltál benne a galaktikus történelemben, és azt fogja mutatni a te földtörténeti nagylélekszintű sztoridat is, egyéni sztoridat, és a ma jelen élet, mostani kicsi élet sztoridat is. Tehát így egyediek vagyunk. Mindenki teljesen egyedi. Így nyer értelmet az egyediség az eredetből, fakadóan fentről lefelé. Jó, tehát mentünk egyszer lentről fölfelé, most megvan a fentről lefelé is, és ezen belül pedig a piros pokálot szeretnénk bontani, Niomé-val, és felszabadítani végre, ugyanis nagyon fontos, mert hogy a tudati technológiáink maga az egész, tehát az, hogy bejöjjön a tudati robbanás, a szellemi boom, ahhoz a piros pokhálónak bomlani kell. A harmadik dimenziós piros pokháló Matrixba csimpaszkodásnak, és minden, ami abban a Matrixban van, annak le kell bomlania, és át kell fordulnotok legalább a duális szintre, hogy valamivel minőségibb technológiák egyáltalán a tudatotokhoz eljussanak, és annak pedig Niomé a tárháza, a valódi. Jó, és oda szeretnénk bejutni, és bejuttatni titeket is, meg úgy egyáltalán az egész emberiséget. Na hajrá! Miután véleményünk szerint ez a legnehezebben olvasható fejezete a könyvnek, lehetséges, hogy néhány nap alatt fokozatosan sikerül csak haladnod vele. Ezért azt ajánlanánk, hogy minden egyes alkalommal, amikor újra belefogsz az olvasásba, ismételd meg ezt a kis rituálét, a csillagpecsét. Jó, ez nem kell már nekünk? Nyugodtan írjad, jóvá, vagy... Tehát nem kell már ezt a csillagpecsétes rituálét megismételnünk, hiszen most már eredetben vagyunk, és az eredetben nincs szükségünk erre a fajta védelemre. Maga a védelem az az eredet, maga a védelem, tehát a szeretetben nincs szükségünk védelemre. A legelső közelítésünkben megértettük az ízeltlábú nemzetségéről, tudva és elfogadva, hogy a teremtő nézőpontjából ugyanolyan fényminőséget és tiszta eszenciát képvisel ez a csillagközösség is, mint a többi csoport, és hogy ők a teremtés folyamatának ellenőrzői. Ők azok, akik felügyelik, szemmel tartják és megfigyelik, hogy a galaxis különböző pontjain útjára indított teremtő folyamatok hogyan működnek, hogyan bomlanak ki, és haladnak a maguk teljessége felé, és erről visszajelzéseket adnak a forrásnak. Az első üzenetek között egy olyan kép szerepelt, melyben láttuk, hogy egy grafitezüst fényszál húzódik végig a forrás középpontjából a tejúton át, amely olyan, mint egy főpillér, egy olyan központi csatorna, amelyen egyszer csak egy hatalmas, fogszerű lény mászott fölfelé, vagyis hazafelé. Körülötte kirajtolódott egy óriási, hihetetlenül bonyolult és komplex ezüst hálózat. Tehát a pókháló, mint szimbólum, borzasztóan fontos, mert ez egy valóban létező információs és ellenőrző hálózat,
ami az egész galaxist átszövi pontról pontra, csillagról csillagra, naprendszerről naprendszerre. Mindez kicsit olyan, mint az elektromágneses hullámok kiterjedt mátrixa a Föld terében. A pók lénye pedig egyfajta tévedhetetlen hiperérzékenységgel azonnal érzékeli, ha a hálózat bármely pontján valami megrezdül. A kifinomult érzékelőink keresztül fel tudja fogni, le tudja tapogatni az éteren át is, hogy mi az, ami megmozdult, amilyen folyamatok zajlanak éppen egy egészen távoli csillagon, bolygón, vagy éppen az üresség terében. És az a momentum, amikor ez a póklény mászott fölfelé a vezetőszálon keresztül, megmutatta, hogy éppen viszi a hírt a forrás felé, hogy megtörténtesse a visszacsatolást a teremtés folyamatain belül. Ez a kép még önmagában szép volt, bár meg kell mondanunk, hogy borzalmasan nehéz volt nekünk azonosulni ezzel a világgal, és talán a legnagyobb belső küzdelmet azokban a hetekben éltük meg, amikor e nemzetség történelmének megfejtésével foglalkoztunk. Őszintén szólva nehezünkre esett pozitívan hozzáállni az ízelt lábúak létformáihoz, mégis megpróbáltuk tudatosítani, hogy valószínűleg erre a szerepkörre is borzasztó nagy szükség van. Azonban már az első perctől fogva mozgott bennünk egy déciósul sejtelem, hogy ebben a nemzetségben is van egy olyan elcsúszás, amely a sötétség erőit vonzotta magához, és amelynek még mindig komoly hatása lehet ránk. Hamar meg is kaptuk az első bevillanó választ, mégpedig az, hogy e nemzetség egyik fontos csomópontja a déli éggömb déli pólusa közelében elhelyezkedő retikulum romboidalis csillagképen belül a Zeta Reticuli csillag, ahol a sok helyen szürkéknek emlegetett lények laknak e közösség tagjaként. Egy pillanat. Annyit javasolnék, hogy mindenki, aki még eddig nem vette volna elő a piros pókhálós kódot, az tegye meg, esetleg, hogyha van rá esélyetek, akkor nyomtassátok is ki magatoknak, vagy rajzoljátok le magatoknak, és csinálhatjátok azt technikailag, hogy a hármas csakrátok a hasatok köré rakjátok, hasatok fölé rakjátok a piros pókhálós részt, a mellkasotok, vagy a fejetek fölé az aranyspirált, ami ezt az egészet bontja. Azt is csinálhatjátok, az is egy jó trükk, hogyha a hármas csakrára rakjátok ugye a jobb tenyereteket és a kristály csakrába áthúzni a történetet, ahogy ezt tanítottuk, tehát így is hallgathatod. Az a lényeg, hogy mindenféleképpen több síkon legyetek benne tudatosak, hogy minden pillanatban bármi bemozdul bennetek, abban a pillanatban átírjuk, átfordítjuk, áttransformáljuk, ugye nem elherdáljuk ezeket az energiákat, nem is maradunk benne, nem is ítéljük meg, hanem azon nyomban forrás energiát képezünk belőle a kristálygenerátorunkba. Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy az egész történet, mert lesznek benne eléggé horrorisztikus információs részek, amik a jelen pillanatban is hatnak, meg amiknek nagyon nagy csoporttudataik vannak jelen pillanatban is itt a bolygón, és azt is érezhetitek, hogy komplett nagy csoporttudatokat fogtok megmozdítani, megrántani ezen keresztül, arról leválni, és kihúzni belőle az összes eddig támasztó energiátokat, és át az 1-4-9-6-3-9 N1-6-3-on keresztül a kristálycsakrátokba. Jó, drágáim! Hogy hatékonyan haladjunk. Oké? Köszönöm. Az égi üzenetek megmutatták, hogy többek között ők azok a létezők, akik egy súlyos elcsúszást követően az árnyék erőivel kötnek paktumot, aminek következtében Satanil és Satané Élea csoportjaival lépnek szövetségre, és így lesznek a nagyon pejoratívan emlegethető titkos kormányok titkos rendőrségeinek, hírszerző szervezeteinek tagjai. Belőlük születik a kémek hálózata, sőt a besúgók, a beépített emberek, az informátorok és a titkos ügynökök hálózata, illetve azok a félelmet keltő ellenőrző szervek, amelyek a hatalmi elit érdekeit védik, akár a polgári élet, akár a háborús helyzet színterén.
ide tartozhat az APEC szervezetét működtető ellenőrök egy része, de a jegyellenőrök is a metrón, a parkolóautomaták ellenőrei, a rendőrségi szervekbe beépülő besúgók, vagy a térfigyelő kamerák működtetői, stb. Természetesen óvakodva minden általánosítástól, ez hiszen azt jelenti, hogy közel áll hozzájuk az ilyen módszer, ezért szívesen választanak ilyen munkaköröket maguknak az emberi társadalmon belül. Sokszor a tudatmanipuláció eszközével élnek, illetve az elektromágneses manipuláció eszközével, vagy bármilyen más mágikus, szuggesztív, megfélemlítő attitűddel hatnak. A harcmodor rendszerint nem egyenes és nyílt, hanem titkos, láthatatlan, alattomos és aljas is lehet. Gyakori a hátba támadás, a fondorlatos csapda, az éberség kijátszása, a zsarolás energiája, a megfélemlítés és olyan helyzetek, amikor az ember valóban úgy érzi, hogy egy hatalmas, ragacsos pókháló szorításába került, amiből nem tud menekülni. Általában mindez viszolgást kelt bennünk, és innen eredhet az ízelt lábúakkal kapcsolatos ellenérzésünk is. Eszünkbe juthat a légy furcsa mozaik szeme, amelyik egészen tág, körpanorámás perspektívában lát minket, és valamiképpen a tisztátalan, a mocskos, sötét érzések társítása jellemző velük kapcsolatban. Nem véletlen, hogy a miniatűr lehallgató készüléket is poloskának hívjuk. Sokszor rossz indulatúnak érezzük a jelenlétüket, mint akik le akarnak leplezni minket, azt figyelik, hogy mikor hibázunk, és azt rögtön jelentik is valami láthatatlan hatalomnak. Az is érdekes, hogy az alvilág sötétjében élő emberek sokszor kötnek egyességet velük, vagy igyekeznek megvásárolni a jó indulatukat engedve a zsarolásnak. Az emberiség nagyobb többsége pedig csak igyekszik jó lenni, megfelelni minden világi elvárásnak, követni a törvényeket, és mélyen reménykedik a megfigyelők és ellenőrzők jó indulatában, kegyelmében, hogy ne essék bántódásuk és békében élhessenek. Tehát sajnos a póklényeknek és az ízelt lábúaknak van egy már nagyon negatívvá vált aspektusa, ami félelmet és viszolgást kelt legtöbbünkben, pedig sok ősi kultúrában a pókasszony a sorsszövője volt, aki gazdagságot és bőséget hozott. Ezért nem is volt tanácsos bántani őket, mert úgy tartották, hogy a pók megölésével az ember a saját sorsa fonalát fejtheti. De az sem kizárt, hogy a természeti népek sámánjai még emlékeztek arra, hogy ők valóban figyelnek bennünket szüntelenül, és hogyha a megfigyelőt az ember elpusztítja, akkor elveszíti a kapcsolatát a felső világokkal, elválthatja visszacsatolás lehetőségét a forrás felé. Nem tudunk erre így gondolni, de érdekes minden. Az is figyelemre méltó, hogy milyen sok skizofrén betegnek tartott ember él bezárva a pszichiátriai klinikákon, akiknek olyan téveszméje van, hogy állandóan megfigyelik őt láthatatlan, sokszor éppen pókféle ízeltlábú lények. Ugyanis igen nagy számban élnek az ízeltlábúak nemzetségéből az asztrálsíkon is, ahonnan valóban megfigyeléseket végeznek. Ahogy figyelmeztettünk is mindenkit a fejezet elején, nagyon nehéz erről beszélni és erre gondolni, de talán az lehet a pozitív válaszunk, hogy maga a megfigyelés az isteni erő akaratából történik. Azért, hogy ott, ahol az élet kicsúszik a megfelelő mederből, és az illető letér az útjáról, kaphasson olyan leckéket, tanító élethelyzeteket, amik visszafordítják őt a helyes irányba, vagy olyan megértést és felismeréseket hozhat, ami újra összekapcsolja őt eredeti élettervével. Szóval az eredendő szándék mindenképpen a jó, és a fényt szolgálja. Csak a galaktikus háborúk alatt ebben a csoportban is történtek komoly eltévejedések, és az árnyékerőkkel való szövetség megkötése, ami miatt ezek az erők mind besúgók, és a hamis hatalmat szolgáló ellenőrökként a rossz oldalra álltak. Ez okozhatja az általános félelmünket, fóbiánkat velük kapcsolatban. Összefoglalva tehát, az ízelt lábúak nemzetségének az volt az eredendő isteni szándék szerinti feladata, hogy a teremtményeket és a teremtett világ egészét megfigyeljék, ellenőrizzék és jelentsék a hierarchia legfőbb helytartóinak, vagy a teremtőnek magának, hogy mit látnak.
és e visszajelzések alapján dönthette el a forrás tudatossága, hogy hogyan folytatódjon az élet egy adott életkörben. Másrészt, ahogy mondtuk is már, a pók archetipikus alakja sokféle vallásban szerepel, például a különböző holdkultuszokra épülő istennő kultúrákban, vagy az indián hagyomány totemállatai között, ahol mélyen tisztelték a pókasszonyt, és soha nem volt szabad eltaposni, mert hitük szerint ő a sors hálójának szövője. Olyan értelemben nyer valóban jelentőséget ez a gondolat, hogy az ízelt lábúak nemzetségének valóban az a feladata, hogy ellenőrizze a nagy kozmikus isteni életterv megvalósulását, és hogy visszacsatolásokat küldjön, pontos visszajelzéseket adjon a látottakról, ezért azt mondhatjuk, hogy bizony nagyon sok múlik ezen a közvetítőn. Kicsit olyan, mintha félnénk bántani, sőt, a visszolgásunk ellenére ki kellene engesztelni a pókasszony nemzetségét, hogy elnézze nekünk, szemet hunyjon afele, ha bármilyen hibát lát a sorsunkban, amiket elkövetünk, vagy rosszul tettünk az életünkben, hiszen az általa közvetített képsor alapján született ítélet fogja megtörténtetni végül is a karmikus törvény életbe lépését. Márpedig, ha a karmikus rendező elv életbe lép, akkor elképzelhető, hogy fájdalmakkal teli sorsot sző számunkra a láthatatlan égi sors. Így módon a póklény lehet a tükörtermek őrzője is, aki nem engedi meg, hogy bármilyen illúzió vagy káprázat mentén áthessük, átszínezzük az életünk történéseit, hanem olyannak mutatja, amilyen az valójában volt. Talán innen származik a babonának is gondolható figyelmeztetés, hogy nem tanácsos elpusztítani a környezetedben megtelepedő, téged figyelő pókot, mert az olyan, mintha kivívnád a sors haragját magad ellen. A földbolygó lakója azonban általánosságban viszolgással és csupa harcos rossz érzéssel tekintenek az ízelt lábú lényekre, sőt kifejezetten megvetéssel gondolnak még az olyan munkahelyekre is, mint mondjuk az ellenőrökre, a rendőrökre, a parkoló cédulák ellenőreire, vagy éppen a magasabb körökben működő titkos rendőrségek tagjaira, a kormányok megfigyelőire. Felháborítónak tartják a lehallgatások titkosított hálózatát, és azt a tény, hogy egyáltalán meg vagyunk figyelve, és rólunk bizonyos, láthatatlan, a háttérben tevékenykedő szervezetek információt gyűjtenek. Valószínűleg jogosak ezek az érzések, ugyanis jelenleg mi itt a Földön mindezeknek a nagyon alacsony oktávját éljük meg, már a sorsunk fényprogramjait elhagyó, sokféle árulás és elcsúszás mentén a sötétség erőit szolgáló láthatatlan ízelt lábú lények vezetése által, akik maguk is elfelejtették, hogy a póklény eredendően azért született, hogy fenntartsa a rendet, és hogy valóban üzenetet figyen a legmagasabb forrásokon, illetve hogy olyan sorsszövő legyen, aki a fényt szolgálja, és aki a legmagasabb rendű szellemi egység és folytonos fejlődés érdekében teszi mindezt. Én úgy érzem, hogy most itt meg kellene állnom, és a kiléptetős, élős, ködös kódot kellene most felmondani. A pókháló az itt van a kezemben hát, végig. Az most elég a jobb kezem volt rajta. De nincs. Van a kiléptetős, élősködős kódunk. Akkor azt is lehet, hogy itt megállítjuk a hanganyagot, és akkor hozzá csatoljuk. Jó, oké, akkor ez volt az első rész.